song. Appreciate it. Köszönöm a kórusnak a nagyon szép éneket. Értékelem. Happy Sabbath, my friends. Boldog szombatot kívánok mindenkinek. It's good to be in church with you today. Örvendek, hogy együtt lehetünk a gyülekezetben. Most of all, it's good to know that the Holy Spirit is present and ready to fill each one of our hearts. De jó tudni azt is, hogy a Szentlélek jelen van, és készen arra, hogy betöltse mindannyiunk szívét. I said he's ready to fill each one of our hearts. Azt mondtam, hogy a Szentlélek készen van arra, hogy betöltse mindannyiunk szívét. But what does he need before he can come in and give us spiritual discernment? What does he need? De mire van szüksége a Szentléleknek, mielőtt betölthetné ezt a lelki szükségletünket? Mire van szükség? Our personal invitation. A mi személyes meghívásunkra. I need not repeat the reasons for the importance of asking for the Spirit's presence. I've done that many times before. Nem szükséges újból megismételnem az okát, hogy miért szükséges a Szentlélekkel hívni, mert ezt sokszor megtettem már itt. But please never forget that we cannot possibly open God's word without first opening our hearts. De kérlek, soha ne felejtsük el azt, hogy nem nyithatjuk meg Isten igéjét anélkül, hogy előtte ne nyitnánk meg szíveinket. Let's kneel and invite him. Ezért térdeljünk le és hívjuk meg, hogy jöjjön be. Our Father in heaven, we come before you with praise and thanksgiving in Jesus' name. Mennyei Atyán, Jézus nevében jövünk eléd hálával és dicsérettel. We thank you that we are accepted in Christ. Köszönjük, hogy te elfogadsz minket Jézus által. We come holding up the Lamb. See us as we are clothed in his righteousness. Eléd jövünk áldozatunkkal, de kérünk, úgy néz ránk, mint aki az ő igazságába vagyunk öltözve. And please forgive us for our sins. Kérünk, bocsáss meg nekünk bűneinket. Wash us clean and make us holy. Tisztíts meg minket, és tegyél szentté. Fill us with your Holy Spirit. Töltsél be a te szent lelkeddel. Quicken and energize our minds and help us to grasp the truth. Érintsed el minket, hogy meg tudjuk érteni az igazságot. Help me to share the truth, help my brother to translate it, and help each one of us to study it with intelligence. Segítsél meg, hogy az igazságot tudjon szólni, segíts meg testvéremet, hogy le tudja fordítani ezt megfelelően, és mindannyiunk szívét érintsed, hogy meg tudjuk érteni azt. And may it transform us, Lord. Hogy az át tudjon alakítani minket. Make us more like him who is the truth. Hogy hasonlóbbá tegyen minket hozzá, aki az igazság. Ez az én kérdésem. In his name we ask it. Az ő nevében kértünk. Amen. I recently came across a very interesting statement from the pen of inspiration. Nemrég egy nagyon fontos kijelentéssel találkoztam a prófétaság lelkéből. Sometimes you come across a statement that sums everything up together in a very concise way. Néha találkozom ilyen kijelentésekkel, amik a lényeget nagyon tömören fogalmazzák meg. And this statement sums up what faith really is in a very concise way. Ez az idézet nagyon tömören határozza meg, hogy mi a hit. And I want to share it with you. Szeretném megosztani veled. And then I want to discuss with you what faith really is. Aztán beszéljük meg azt, hogy mi a hit tulajdonképpen. Is that important for us to know what faith really is? Fontos-e számunkra tudnunk azt, hogy mi a hit? Yes, my friends, very important. Igen, barátaim, nagyon fontos. Hebrews 11:6. What does it tell us? Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. verse mit mond? But without faith it is impossible to please him. Mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him.
mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. We can't even come to God without faith. Nem is jöhetünk Isten elé hit nélkül. Faith is essential to our Christian experience. A hit nélkülözhetetlen, lényeges a keresztény tapasztalatunkban. We sort of know that, but very few of us really know actually what faith is. Mi ezt úgy elméletben tudjuk, de nagyon kevesen ismerjük azt, hogy mi is a hit tulajdonképpen. And that is a serious problem. És ez egy komoly probléma. Listen to this statement. Figyeljük meg ezt a kijelentést. Understanding how to exercise faith. This is the science of the gospel. Preview and Herald, október 18, 1898-ai számából. Megérteni, hogy hogyan gyakoroljuk a hitünket. Ez az evangélium tudománya. Did you hear that? Hallottuk ezt? What does it mean to understand the science of the gospel? Tehát mit jelent az evangélium tudományát megérteni? It means to understand how faith is exercised. Azt jelenti, hogy megértsük, hogy hogyan gyakoroljuk a hitünket. I read on. Folytatom az idézetet. The scriptures declare, without faith it is impossible to please God. Az ige kijelenti, hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. The knowledge of what the scripture means when urging upon us the necessity of cultivating faith is more essential than any other knowledge that can be acquired. Ez az ismeret, amire az ige felhívja a figyelmünket, hogy szükséges gyakorolnunk, fontosabb, mint bármilyen más tudás, amit valaha is meg tudunk szerezni. It's more essential than any other knowledge. Tehát minden más ismeretnél fontosabb. Even the knowledge of what love is the knowledge of faith even more important than what the knowledge of love is? Fontosabb a hit ismerete, mint a szeretet ismerete? That's what it says. Itt azt mondja. The knowledge of what scripture means when urging upon us the necessity of cultivating faith is more essential than any other knowledge that can be acquired. Az az ismeret, amire az írás, tehát a Szentírás hívja fel figyelmünket, hogy szükséges gyakorolnunk a hitet, fontosabb, mint bármilyen más ismeret, amit el lehet élni. You see, faith is an empty hand by which we receive all other gifts. Mert a hit az olyan, mint egy kinyújtott kéz, egy nyitott kéz, amivel elfogadunk minden más ajándékot. And we can't possibly receive a knowledge of love until we have a knowledge of how to exercise faith. És nem tudjuk elfogadni a szeretet ajándékát, vagy a szeretet ismeretét, amíg nem tudjuk, hogy hogyan gyakoroljuk a hitünket. That's why it's the most important knowledge for us to have. Ezért ez a legfontosabb ismeret, amivel rendelkezhetünk. Reading on. Folytatom az idézetet. We suffer much trouble and grief because of our unbelief and our ignorance of how to exercise faith. Sok problémát tapasztalunk és sok bánatunk van a hitetlenségünk miatt. Azért, mert nem tudjuk, hogy hogyan gyakoroljuk a hitünket. It would be interesting to explore that for just a moment. Érdekes lenne ezt egy kicsit magyarázni. We suffer much because we don't understand what faith really is. De hát sokat szenvedünk, mert nem értjük meg, hogy mi a hit tulajdonképpen. We must break through the clouds of unbelief. Át kell törjük a hitetlenség felhőit. It's a cloudy day today. Felhős nap van ma. And yet the sun is shining. Ennek ellenére a nap süt. I know that because I fly in airplanes a lot. Tudom, hogy ez így van, mert sokat repülőgéppel. And it can be entirely overcast. Az ég lehet teljesen felhős. And you bounce because it's raining and it's stormy.
viharos és esik az eső, a gépet rázza a szél. But eventually you break through the top of the clouds. De mikor a repülő fölemelkedik és átmész a felhőkön, and it's beautiful. Ott gyönyörű napsütés van. The sun is shining. Süt a nap. It's smooth. Sima a felhőket látunk alul. And you look down and you see the clouds beneath. És ahogy lenézünk, látjuk alattunk a felhőtakarót. But the sun is always shining. A nap mindig süt. We need to realize that the sun is always shining even on a cloudy day. Meg kell értsük azt, hogy a nap mindig süt, még akkor is, hogyha felhős az ég. Ez ilyen a hit. We must break through the clouds of unbelief. Át kell törnünk a hitetlenség felhőit. We cannot have a healthy Christian experience. We cannot obey the gospel unto salvation until the science of faith is better understood and until more faith is exercised. Nem lehet egy egészséges keresztény tapasztalatunk, nem engedelmeskedhetünk az evangéliumnak azért, hogy üdvösséget nyerjünk addig, amíg a hitet, a hit tudományát nem értjük meg jobban, és a hitünket nem gyakoroljuk jobban. And listen to this last sentence. Figyeljük meg az utolsó mondatot. There can be no perfection of Christian character without that faith that works by love and purifies the soul. A keresztény jellemünk nem lehet tökéletes anélkül, a hit nélkül, ami szeretet által dolgozik és megtisztítja a lelket. Faith works by what? Mi által dolgozik a hit? By love. Szeretet által. And what does it do? És mit tesz? It purifies the soul. Megtisztítja a lelket. The first thing placed in the empty hand of faith is an understanding of the love of God. Az első dolog, amit a hit üres, kinyújtott kezébe helyez Isten, az Isten szeretetének ismerete, megértése. Powerfully motivates us to purify our souls so that we can be more like Him. Ez a szeretet hatalmasan motivál, késztet minket arra, hogy olyanná váljunk, mint ő. And so that we can better represent Him. Hogy jobban tudjuk képviselni Isten. All that we could have more faith, my friends. It's so important for us to know how to exercise. Bár csak több hitünk lehetne, mert nagyon fontos tudnunk azt, hogy hogyan gyakoroljuk a hitet. Faith is closely related to God's word. A hit szorosan kapcsolódik Isten igéjéhez. You see, faith believes that God's word will do whatever it says it will do. Mert a hit hiszi, hogy Isten megtesz mindent, amit megmondott. You see, it knows that God's word is not an ordinary word, not like your word, my word. A hit tudja, hogy Isten szava nem egy közönséges szó, mint a te szavad vagy az én szóm. How does it know that? Honnan tudja ezt? By looking at the things God has made. He has created. Azáltal, hogy látja azokat a dolgokat, amit Isten teremtett. How did He make them? Hogyan teremtette őket? Psalm 33. Harmadik Zsoltár 6. versében hogy mondja? And 9. By the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of His mouth. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Verse 9. For He spake, and it was done. He commanded, and it stood fast. Zsoltár 33:9. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. That's not an ordinary word, is it? Ez nem egy akármilyen közönséges szó, ugye? That word has within it creative power. Isten szavába teremtő erő van. It can bring into existence whatever He declares. Létrehozhat mindent, amit ő kijelent. When He came to planet Earth, it was dark. Mikor a Földre jött, a Föld sötét volt. And what did He say? És mit mondott? Let there be light. Legyen világosság. És világosság lett. By the word of His mouth, He brings into existence whatever He declares. Isten kijelentésével létrehoz mindent, amit ő akar. That's not an ordinary word, my friends. Tehát Isten szava nem egy közönséges szó. So whatever we hear Him say to us in the Bible,
Tehát amit mi hallunk, hogy ő mond nekünk a Biblián keresztül, we know he has the power to bring it into existence. Tudjuk, hogy neki megvan a hatalma arra, hogy létre is hozza. And knowing that and actually acting on that is what faith really is. És ezt tudni és ezzel összhangban élni jelenti azt, hogy ismerjük a hitet. You see, I said two things there. I said not only knowing that, but I said acting on that is what faith really is. Azt mondtam, hogy nem csak tudjuk, hogy Istennek van hatalma arra, amit mondott megtenni, hanem ezek szerint éljünk is. Ezt jelenti a hit. Scripture says that faith without works is dead. Mert az ige azt mondja, hogy a cselekedetek nélküli hit halott. If we just believe that God's word will bring into reality what it says, but do nothing, then that's not really faith at all. Hogyha csak hisszük azt, hogy Isten mindent meg fog tenni, amit megígért, de nem cselekszünk annak megfelelően, az nem jelent hitet. Faith must believe it, and then faith must proceed to act upon that word, knowing that God will give us the power to realize whatever he said. A hit kell, higgye, kell legyen bizalma Isten szavában, és kell annak megfelelően cselekedjen ahhoz, hogy bizonyítsa az ember a hitét. I think one of the best ways to illustrate what faith is to show how it is manifested in the life of an individual. Azt hiszem, hogy az egyik legjobb módja annak, hogy a hitet szemléltessük, az, hogy vizsgáljuk meg, hogyan nyilvánul meg a hit egy személynek az életében. Who is the classic example, both in Old and New Testament, of true saving faith? Who is it? Úgy az Ó, mint az Új Testamentumban is, ki a hitnek a klasszikus példája? Abraham. He is referred to as he goes through his experience in the Old Testament, but he is also referred back to by Paul and other writers in the New Testament. Ábrahám életének leírását megtaláljuk az Ótestamentumban, de Pál apostol is ír róla az Új Testamentumban. Genesis 15, verses 5-6. A történetét a Mózes első könyve 15. fejezetében találjuk. We have the remarkable promise made to Abraham. Isten egy ígéretet adott Ábrahámnak. Genesis 15, verses 5-6. And he brought him forth abroad, and said, Look now toward heaven, and tell the stars, and if they be able to number them. And he said unto me, So shall thy seed be. And he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. Mózes első könyve 15. fejezet 5. és 6. versét olvasom. És kivivé őt, és mondta, Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod. És mondta néki, így lészen a te magod. És hitt az Úrnak, és tulajdonítaték az ő néki igazságul. God said that to Abraham when he was an old man. Isten ezt akkor mondta Ábrahámnak, mikor ő már egy idős ember volt. He had a wife by the name of Sarah. Felesége volt, Sára. And she was not able to have children. Akinek nem született gyereke. He had been promised that he would be the father of a great nation. Isten megígérte Ábrahámnak, hogy nagy nemzet atyává teszi. They wanted a child. Mindenképpen gyereket akartak. But Sarah could not get pregnant. De Sára nem maradt terhes. So what did Sarah decide to do? Tehát mit döntött el Sára? She decided to try to help God out a little bit. Elhatározta, hogy egy kicsit besegít Istennek. She didn't truly believe that God had the power in his word to make happen what he said. Nem hitte el teljesen, hogy Istennek van hatalma megtenni azt, amit kijelentett. So what did she do? Tehát mit tett? She offered her handmaid to Abraham to be his wife. Felajánlotta a szolgálóját Ábrahámnak feleségül. She decided that she would have gone out to fulfill his promise. Elhatározta, hogy segít Istennek beváltani az ő ígéretét. My dear friends, the world has been suffering from that
ever since. És barátaim, a világ azóta is szenved emiatt. Ishmael and Isaac, the two sons. Ismael és Izsák, Ábrahám két fia. Arabs and Jews. Az arabok és a zsidók atya. Problems ever since. Azóta is probléma van közöttük. Why? Miért? Because there was someone who didn't really believe. Azért, mert volt valaki, aki nem hitt igazán. That God could make happen what he said. Nem hitte, hogy Isten megteheti azt, amit mondott. And they weren't willing to wait for God to do it. És nem voltak hajlandók megvárni azt, ami Isten beváltja ígéretét. That's another important point. Ez egy másik fontos probléma. We must know that God's word has the power to bring into reality that which he declares. Kell higgyük, hogy Istennek van ereje létrehozni azt, amit jelentett, amit mondott. And we must choose to act on that word. Azt kell válasszuk, hogy ennek megfelelően éljünk. But we must know that God will fulfill it in his time. De kell tudjuk azt, hogy Isten ezt a saját időzítése szerint fogja beváltani. And it wasn't yet time. És akkor még nem volt ideje. And yet Sarah gave up on God and she wanted to accomplish what God failed to do. És mielőtt eljött volna az ideje annak, hogy Isten beváltsa ígéretét, Sára megpróbált neki segíteni azért, mert nem hitt teljesen Istennek. A serious problem. És ez egy nagy probléma. One that we do many times ourselves, every day. Sajnos mi magunk is naponta cselekszünk így. But what exactly is faith? De mi a hit tulajdonképpen? And please understand that it is absolutely inseparable from the Word of God. Kérlek, értsük meg, hogy a hit elválaszthatatlan Isten igéjétől. Romans chapter 10, verse 7, I believe. Róma beliekhez írt levél 10. fejezetéről olvasom. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Róma 10:17-ből olvasom, azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Faith comes how? Honnan van a hit? By hearing the word of God. Hallásból, Isten igéjének hallásából. And when we hear it, we come to believe in it. Amikor halljuk Isten szavát, kijelentését, akkor elhisszük azt. I want you to consider with me the Hebrew that's translated believe, the Hebrew word. Vizsgáljuk meg együtt a héber szót, amit hitnek fordítunk. It's recorded there in Romans chapter 4, verse 3. Nézzük meg a Rómabeliekhez írt levél 4. fejezete 3. versében, hogyan szerepel. For what saith the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Róma 4:3. Mert mit mond az írás? Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítaték az ő néki igazságnak. And what text is he quoting? És mit idéz, melyik Biblia szöveget itt? Genesis 15, verse 6. Mózes első könyve 15. fejezet 6. verse. This time it's in Hebrew. Ezúttal, originally in Hebrew, in Genesis 15, 6. Ezúttal héberül, ami héberül volt írva a Mózes első könyve 15. fejezet 6. verse. And he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. Genesis 15:6. Hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatik az ő néki igazságul. Now, what is the Hebrew word that is translated believed? Melyik az a héber szó, amit hitnek fordít itt? This is a very important thing to understand clearly here. Please listen. Nagyon fontos ezt világosan megérteni, tehát figyeljünk ide. The Hebrew word translated believe is aman. A héber kifejezés, amit hitnek fordít, az aman. Aman. What word do you hear? Milyen szót hallunk ebbe a szóba, hogy aman? When we pray and someone says something we really believe in, what do we say? Mikor imádkozunk és valaki elhiszi azt, amit mondunk, akkor mivel válaszolunk rá? Amen. Amen. That is from the Hebrew word aman.
Az amen a héber hit szóból származik. When we say amen to someone's prayer, what do we really mean? Mikor valakinek az imájára amen mondunk, akkor mit fejezünk ki ezáltal? But what does amen really mean? Tehát mit jelent az amen tulajdonképpen? So be it, let it happen. Úgy legyen. It's our full agreement with whatever is being said. Amen. Kifejezi a teljes egyetértésünket azzal, amit valaki elmondott. Amen. Abraham believed God. Ábrahám hitt Istennek. Now what does that really tell us? Mit jelent ez számunkra? Abraham heard the word of God. Ábrahám hallotta Isten szavát. You will be the father of a great nation. Nagy nemzet atyává teszlek. And rather than considering his physical condition, és ahelyett, hogy a saját fizikai állapotára tekintett volna, by the time it was fulfilled, he was nearly 100 years old. Mert mire az ígéret beteljesedett, Ábrahám közel 100 éves volt. He was dead in his body. Az ő teste már szinte halott volt. But rather than consider his physical condition, he recognized that the one who told him he would be the father of a great nation. De ahelyett, hogy a saját állapotára tekintett volna, elismerte azt, vagy felismerte azt, hogy aki megígérte neki, hogy nagy nemzet atyává teszi, was the one who spoke and it was done. Az, aki szólt és meglett. Who commanded and it stood fast. Parancsolt és előállott. He placed his faith in the creative power of God's word. Hitét Isten teremtő erejébe, Isten szavának teremtő erejébe vetette. And what did he say in response to God's promise? What did he say? És mit válaszolt Ábrahám Isten ígéretére? Amen. Amen. So be it. Úgy legyen. Let it happen in my life. Így történjen veled, életemben. That's what true faith really does, my friends. Ezt jelenti az igazi hit, barátaim. It hears what God's word says. Hallja, amit Isten szava mond. It knows that God has the power to make it happen. Tudja, hogy Istennek van ereje azt létrehozni, megtörténté tenni. And it gives God permission to do it. És engedélyt ad Istennek arra, hogy megtegye azt. It says, amen, let it happen in my life. Azt mondja, hogy amen, úgy történjek az én életemben. But then what else does it do? De aztán még mit tesz? Don't miss this. Nem lasszuk el ezt. Faith without works is dead. A cselekedetek nélküli hit halott. So what else does it do? Tehát mit tesz még? It proceeds to act upon the word of God. Azt válaszza, hogy Isten szavával összhangba éljen. Knowing that he will give us the power to experience whatever he said. Tudva, hogy ő megadja nekünk az erőt, hogy megtapasztaljuk azt, amit ő kijelentett. Please understand that. Kérlek, higgyük el ezt. You see? Értsük meg. This is a little risky talking about, but I have to say it anyway. Kicsit kockázatos nekem ezt elmondani, de mindenképpen meg kell tegyem. Isaac was not immaculately conceived. Izsák nem szeplőtelenül fogantatott. Abraham had to do something. Ábrahám is kellett tegyen valamit. He had to act on the word of God. Kellett cselekedjen Isten igéjével, Isten szavával összhangban. Most people don't even think about that. Legtöbben ezt nem gondolják végig. But Abraham had to believe that God would energize his dead body and enable him to beget a child. Ábrahám el kellett higgye, hogy Isten az ő élettelen testét képessé tudja tenni ahhoz, hogy gyereket nemzet. He had to believe that Sarah's dead womb would be enabled to conceive a child. El kellett higgye azt, hogy Sára elhalt méhe képes lesz egy gyereket kihordani. He had to go ahead and act in faith upon the promise of God. És Isten ígéretével összhangban kellett cselekedjen. And right there is where most of us fail to truly exercise faith. Éppen itt van az, ahol a legtöbben elmulasztjuk a hitünket gyakorolni. Our
faith is dead because it has no works. Hitünk halott azért, mert nem cselekszünk azzal összhangban. We say, oh, I hear God's word. Yes, I hear it. Azt mondjuk, hogy ó, hallom Isten szavát. And I know God can make it happen. Tudom, hogy ő meg tudja tenni azt. And I give him permission to make it happen in my life. És adok neki engedélyt arra, hogy megtegye azt életemben. De csak ennyit teszünk. We don't go ahead and act upon the word, knowing God's power will enable us to do what he says. Nem cselekszünk összhangban azzal, tudva azt, hogy Istennek van hatalma beváltani az ő ígéretét. And we never experience the reality of faith. Ezért soha nem tapasztaljuk meg a hit valóságát. Do you understand this? Értjük ezt? This is very important for us to understand, my friends. Nagyon fontos számunkra megérteni ezt. Remember the statement we were reading at the beginning? Emlékszünk az idézetre, amivel kezdtük az elmélkedést. Understanding how to exercise faith. This is the science of the gospel. Megérteni azt, hogy hogyan gyakoroljuk hitünket. Ez az evangélium tudománya. We just shared with you the secret of the science of the gospel. Tehát éppen elárultam az evangélium tudományának a titkát. We have to understand how to exercise true saving faith. Meg kell értsük, hogy hogyan gyakoroljuk az igazi megváltó hitet. That's a more important knowledge than anything else. Ez fontosabb ismeret, mint bármi más. Romans chapter 4, verses 16. Róma beliekhez írt levél 4. fejezet 16. verse. I like the way Paul describes Abraham's experience. Szeretem azt a módot, ahogy Pál leírja Ábrahám tapasztalatát. Listen to what he says. Figyeljük meg, hogy mit mond. Therefore, it is of faith that it might be according to grace, so that the promise might be sure to all the seed, and not only to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen, hogy erős legyen az ígéret az egész magnak, nem csak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, aki mindnyájunknak atyánk. Verse 17. 17. vers. As it is written, I have made you a father of many nations. Amint megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek téged. In the presence of him who believed, even God, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. Az előtt, az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. He calls those things that do not exist as though they did. Isten előszólítja azokat, akik nincsenek, úgy, mint meglevőket. When he came here at creation time, there was no light. Mikor Isten idejött, a földön még nem volt fény. And what did he say? A teremtés előtt. És mit mondott ő? Let there be light. Legyen világosság. And in the word there was power to bring into reality that which he declared. Isten szavába erő volt arra, hogy létrehozza azt, amit kijelentett. And he immediately came into existence. És abban a pillanatban világosság lett. He says to Abraham, you're the father of a great nation. Ő azt mondta Ábrahámnak, te nagy nép atya leszel. He's dead in body, he's almost 100 years old. Közel 100 éves, haldokló testtel. But in his word is the power to bring it into reality. De Isten szavának ereje van létrehozni azt, beváltani azt, amit mondott. Abraham knows that power. Ábrahám ismeri ezt az erőt. Abraham says, amen, let it happen. És azt mondja, amen, úgy legyen. And then he proceeds to act on that power. És azt válaszza, hogy ennek az erőnek megfelelően cselekedjék. And Isaac is conceived. És Izsák születik. You
You see, God and man must work together in true saving faith. Isten és az ember együtt kell működjön ahhoz, hogy igazi megváltó hit. So many people think it's only God that gives me faith. I don't have to do anything. I just accept it. Egyesek azt gondolják, hogy egyedül Isten az, aki a hitet kell adja nekünk. Én nem kell tegyek semmit, csak elfogadjam azt. Yes, you must accept it, but then you must proceed to act upon it. Igen, el kell fogadni, de utána azt kell választ, hogy ennek a hitnek megfelelően cselekedjünk. És ha nem cselekszel, akkor ez egy holt, egy halott hit. És itt van a mi problémánk. Halott hitünk van. Isten segítsen meg, hogy a hitünknek megfelelően cselekedjünk. Reading on. Folytatom tovább. Verse 18. A Róma 4. fejezetből a 18. vers. Contrary to hope, in hope believed, so that he became the father of many nations, according to what was spoken, so shall your descendants be. Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyává lesz, az szerint, amit megmondatott, így lészen a te magod. He placed his hope in the word of God. Reménységét Isten igéjébe, Isten szavába helyezte. Acted on that hope. És ezzel összhangban cselekedett. And what the Father said came into the mountain because he cooperated with the Father and exercised his saving faith. És amit az Atya mondott, az létrejött, mert ő ennek ezzel összhangban cselekedett, és sok nemzet atyává vált. Verse 19. 19. vers. And not being weak in faith, he did not consider his own body already dead, since he was about 100 years old, and was about, and the deadness of Sarah's womb. És hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére, mint egy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére. You see, right here is the problem for most of us. Legtöbbünk számára itt van a probléma. We hear the wonderful thing God wants to do in our lives. Halljuk azt a csodálatos dolgot, amit Isten életünkben akar létrehozni. But as we look at ourselves, we see no power to do it. De amit magunkra nézünk, nem találunk semmi erőt magunkban, hogy ez létrejöjjön. And we give up. És feladjuk. Faith without works is dead, my friends. De a cselekedetek nélküli hit halott, barátom. We must ask God to help us believe and to proceed to act in obedience to his word, knowing that he will bring it about. Kell kérjünk Istentől hitet, és erőt arra, hogy elhiggyük igazából, és azzal összhangban cselekedjünk, tudva azt, hogy ő létre fogja hozni azt, amit megígért. In his time. Az ő megfelelő időzítésében összhangban. Please notice what I added there. Figyeljük meg, hogy mit adtam hozzá. So many people act and nothing happens. Nagyon sokan cselekednek, de nem történik semmi. What's God doing? Mit tesz Isten? He's testing our faith. Próbára teszi a hitünket. That's what he did with Abraham and Sarah. Ezt tette Ábrahámmal és Sárával. He waited until Abraham was almost 100 years old. Addig várt, amíg Ábrahám majdnem 100 éves volt. And there was no way that he could humanly conceive a baby. Amikor már lehetetlen volt neki emberileg gyermeket nemzetni. God wanted him to know that the power was all God's. Isten akarta, hogy Ábrahám felismerje azt, hogy az erő az Istené. And when he finally realized, és amikor ő megértette ezt, and in God's strength acted to fulfill God's promise. És a hitével összhangban úgy cselekedett, hogy betöltse Isten ígéretét. Isaac was born. Izsák született. Verse 20. And he did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God. Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek. He did what? Mit tett? He gave glory to God.
dicsőséget adod Istennek. You know what the word glory means, don't you? Tudjuk, mit jelent a dicsőség, ugye? How do you give glory to God? Hogyan adunk dicsőséget Istennek? What does it mean to give glory to God? Mit jelent dicsőséget adni Istennek? It means to reveal His character. Azt jelenti, hogy kinyilatkoztatjuk az ő jellemét. What did we read in our first statement? Mit olvastunk az első idézetben? There can be no perfection of Christian character without that faith which works by love and purifies the soul. Nem lehet keresztény jellem tökéletességéről beszélni, anélkül a hit nélkül, ami szeretet által munkálkodik és megtisztítja a lelket. When did Abraham reveal God's glory? When did he do it? Mikor mutatta be Ábrahám Isten dicsőségét? Mikor? Only when he had a faith that worked by love and purified his soul. Akkor, amikor olyan hite volt, ami szeretet által működött és megtisztította az ő lelkét. That's when he glorified God. That's when he revealed his character. Akkor dicsőítette meg Istent. Akkor nyilvánította ki az ő jellemét. Verse 21. 21. And being fully convinced that what he had promised, he was able to perform. És teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. You see, there's the secret. Itt a titka. He knows that God has creative power in His word. Ábrahám tudta, hogy Isten szavának teremtő ereje van. And whatever He promises, He's able to perform. És amit megígért, azt képes megtenni. And He says to God, so be it. Amen. Let it be in my life. És azt mondja, amen, úgy legyen az én életemben. And He proceeds to act. És azt választja, hogy ennek megfelelően cselekedjék. Verse 22. And therefore it was accounted to him for righteousness. Azért is tulajdonítaték néki igazságul. You see, God can bring into existence through His word that which does not exist, if we believe it. Isten szava által létre tudja hozni azt, ami még nem létezik, hogyha mi hisszük. Abraham was just beginning to give glory to God. Ábrahám éppen csak elkezdett dicsőséget adni Istennek. But God saw him exercising genuine faith. De Isten látta, hogy ő gyakorolja az igazi hitét. So what did God do? Tehát mit tett Isten? God counted him to be perfect in character. Isten neki tulajdonította a jellem tökéletességét. God knew that Abraham would cooperate with him and develop a Christ-like character, and knowing that, he accounted him righteous. Isten tudta, hogy Ábrahám együtt fog működni vele, és egy krisztusi jellemet fog kinyilvánítani, és ezért ezt neki tulajdonította igazságul. Verse 23. Now it was not written for his sake only that it was imputed to him. De nem csak ő érette iratot meg, hogy tulajdonítaték néki igazságul, but also for us it shall be imputed to us who believe in him who raised up Jesus our Lord from the dead. Hanem mi érettünk is, akiknek majd tulajdonítatik, azoknak tudni illik, akik hisznek abban, aki feltámasztotta a mi Urunkat, a Jézust a halálból. You see, Abraham is the father of all those who truly believe. Ábrahám az atya mindazoknak, akik igazán hisznek. And whatever God did with Abraham, he will do with those who believe as he does. És amit Isten Ábrahámmal tett, meg fogja tenni azokkal is, akik úgy hisznek, mint ő. When they exercise faith in what he says he can do, he imputes to them his righteousness. Mikor gyakorolják a hitüket összhangban azzal, amit ő kijelentett, akkor Isten ezt igazságul tulajdonítja nekik. What does it mean to impute to them his righteousness? Mit jelent nekik tulajdonítani az igazságot? Vagy igazságul tulajdonítani nekik? It means to give them all of the righteousness of Christ as a gift. Azt jelenti, hogy Krisztus igazságát adni nekik ajándékul. Knowing that through eternity they will be growing from glory to glory to glory into that infinitely glorious character.
tudva azt, hogy egy örökké valóságon keresztül növekedni fognak dicsőségről dicsőségre, dicsőségről dicsőségre, Krisztus tökéletes jellemét elérve. He did that for Abraham, and he will do that for all who believe like Abraham did. Isten megtette ezt Ábrahámmal, és meg fogja tenni mindazokkal, akik úgy hisznek, mint Ábrahám. Verse 25. 25. vers. Who was delivered for our offenses and was raised up for our justification. Ki a mi bűneinkért halálra adatott és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Jézus. That's in reference to Jesus Christ. Jézus Krisztusra vonatkozik ez. He was delivered for our what? Our offenses. Aki a mi bűneinkért halálra adatott. He died for our sins. Meghalt a mi bűneinkért. But then what happened? De aztán mi történt? He was raised up for our what? És feltámasztatott miért? Our justification. A mi megigazulásunkért. When we believe in Christ, my friends. Mikor mi hiszünk Jézusban, Krisztusban, we have unlimited power available to us. Akkor végtelen nagy erő áll rendelkezésünkre. And we have the infinite character perfection of Jesus Christ to be imputed to us. És Jézus tökéletes jelleme tulajdonítatik nekünk. When we truly believe in him. Akkor, amikor mi igazán hiszünk benne. And what does it mean to truly believe? És mit jelent igazán hinni? It means to hear the word of God. Azt jelenti, hogy halljuk Isten szavát. It means to know he has the power to bring it into reality. Tudjuk, hogy neki van hatalma azt valóra váltani. It means to give him permission by saying amen. Azt jelenti, hogy engedélyt adunk neki, hogy ezt véghez vigye, azáltal, hogy amen mondunk. And it means to go ahead and act on that word, counting on his power to make it possible for us to do it. De jelenti azt is, hogy mi ennek a hitnek megfelelően cselekszünk, és gyakoroljuk azt az erőt, amit Isten adott nekünk. God takes that faith. Isten veszi ezt a hitet. And he accounts to us the imputed righteousness of Christ on the basis of that faith. És ennek a hitnek az alapján nekünk tulajdonítja Krisztus igazságosságát. For God knows that throughout eternity. Mert Isten tudja, hogy az örökké valóságon át we will be able to grow from glory to glory to glory. Képesek leszünk növekedni dicsőségről dicsőségre. Into that infinitely perfect character. Amíg elérjük azt a tökéletes jellemet. And we are all accounted righteous and saved by the imputed righteousness of Jesus Christ. És mindannyian Jézus Krisztus jelleme és igazsága által vagyunk igaznak tekintve. I want more of that faith. Szeretném, hogy több ilyen hittel rendelkezzek. I want God to be able to impute to me the righteousness of his son. Szeretném, hogy Isten nekem tulajdonítsa az ő fiának igazságát. I want him to be able to do that for you. És szeretném, ha ezt megtenné a ti érdeketekben, a értetek is. May God help us understand what true saving faith really is. Segítsen meg Isten megérteni azt, hogy mi a tulajdonképpeni igaz hit, ami képes minket megváltani. May God help us experience it more fully in our lives. És segítsen meg Isten, hogy jobban megtapasztaljuk azt életünkben. Isten áldjon meg. Father in heaven, please. Help us to truly believe. Mennyei Atyánk, kérünk, segíts nekünk igazán hinni. Help us to believe in the word. Segítsél meg hinnünk igében. Not only the Bible, but the word made flesh, Jesus Christ. Nem csak a Bibliában, hanem a testélet igében, Jézus Krisztusban. Help us to believe that he is our creator and our recreator. Segítsél meg hinnünk azt, hogy ő a mi teremtőnk és a mi újjáteremtőnk. Help us to know that he has the power to restore in us his likeness. Segítsél meg tudnunk, hinnünk azt, hogy neki van ereje arra, hogy minket újjáteremtsen az ő képére és hasonlatosságára. The same power that made us in his likeness to begin with can remake us in his likeness.
Ugyanaz az erő, ami minket az ő képére és hasonlatosságára teremtett, újjáteremthet minket az ő képére és hasonlatosságára. Segítsél meg minket, hogy adjunk neki engedélyt arra, hogy ezt véghez vigye életünk. Segítsél meg amen-t mondani mindenre, amit ő bennünk és értünk tenni akar. And then help us to go ahead and cooperate with His power, knowing that He will enable us to do whatever He says. És aztán segítsél meg minket, hogy felhasználjuk azt az erőt, ami képessé tesz minket mindent véghez vinni, amit ő mondott. Restore in us His glory. Állíts helyre bennünk az ő dicsőségét, kérünk. Help us to reveal ever more fully His beautiful character. Segítsél meg mind jobban visszatükrözni az ő szép jellemét. We thank you that as we believe, you impute that infinitely perfect character to us. Köszönjük neked, hogy amint mi ezt elhisszük, te nekünk tulajdonítod ezt a tökéletes jellemet. And we thank you that as we continue to believe, we will grow forever into this infinitely beautiful likeness. És köszönjük, hogy amint ezt hinni fogjuk, mi az örökké valóságon keresztül fejlődni fogunk az ő tökéletesség, jellemző tökéletességéig. You are so good to us, Father. Atyám, te annyira jó vagy hozzánk. Help us to believe, to truly believe in your goodness. Segítsél meg igazán hinni a te jóságodban. And to experience it ever more fully in our personal lives. És mind jobban és jobban megtapasztalni azt személyes életünkben. We ask this in Jesus' name. Jézus nevében kértük ezt. Amen. Amen.